Szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselőtársaim! Abban nem állunk vitában senkivel, hogy, és az nem kérdéses, hogy Magyarországnak az orosz agresszió által, az ukránokon végzett agresszió által és az így kialakult háború miatt biztonsági fenyegetettség van, és biztonsági fenyegetettségben kell tervezni és szerveznie a mindennapjait és az ország rendes működését. Az sem kérdéses, hogy ez hatással van Magyarországnak nem csak a belső rendvédelmére, vagy akár a honvédelmére, de az élet minden szeletére, minden szegmensére, legyen szó akár a gazdaságra, legyen szó oktatásra, vagy bármilyen másra, sok olyan helyzetben és sok olyan területre van kihatással, amire egyébként korábban nem is gondoltunk, és az árak emelkedése részben ennek, részben a kormányzati intézkedések megkésettsége miatt most már minden boltban, minden pénztárcában érezhető is, és a háború hatása ilyen téren kikerülhetetlennek tűnik. Azonban abban mindenképpen vitában kell állnunk, hogy az a fajta mód, amelyel önök most egy felhatalmazást keresnek, és a felhatalmazás keresésének a módja az mégis az, hogy egy rendkívüli jogrend vonatkozásában egy kiegészítéssel élnek, abban, hogy a megfelelő eszközt választják, abban viszont már vitába kell, hogy szálljunk. Volt szerencsém részt venni az alaptörvény 9. módosításával kapcsolatos vitában, és ez azt követő egyrészt a honvédelmet, másrészt a katasztrófavédelmet is érintő, tehát ha úgy nézzük az egész rendkívüli jogrendet és annak a teljes újraszabályozását érintő vitában, amely ez év július 1-től lép hatályba, a jövő év július 1-ével lép hatályba. Szóval volt szerencsém részt venni ezekben a vitákban, és ott bőségesen elhangoztak azok az érvek, amelyek alátámasztották azt, hogy a korábban meglévő rendkívüli jogrendi intézményt miért és milyen okok mentén kell újra szabályozni. És abban mindannyian egyetértettünk, és én nem hallottam eltérést abban, hogy az itt felszólalók és kormánypárti felszólalók is, sőt miniszterek is egyetértettek, hogy a mostani átalakításával a kor szükségleteinek, tehát amiket önök is mondtak, hogy a megváltozott biztonságpolitikai, megváltozott gazdasági helyzet és a megváltozott hadviselés és rendvédelmi kihívásoknak megfelelő különleges jogrend átalakítási kísérleteink, azok végül is így helyesek lesznek. Tehát úgy kell tekinteni, hogy önök, amikor ezt a rendszert kialakították, azt egy egységes és koherens rendszernek alakították ki, amelyben módosításra nem volt szükség. Külön örülök neki, hogy egyébként Simicskó képviselő társam itt volt, ő ennek a témának, illetve ennek a területnek egyik szakértője is, és úgy tudom, hogy ebben tudományos munkát is végzett, és akkor sem hangzott el az, hogy tekintve azt, hogy milyen biztonsági fenyegetettség és kihívások várhatók a jövőben, és ebben világosan látszott, hogy egy olyan geopolitikai helyzetben lévő állam, mint Magyarország, amely egy ütköző zónát képez a nyugati, illetve a keleti érdekek és birodalmi elképzelések között, hiszen ezt ne felejtsük el, hogy gondolatunk mi bármit az Egyesült Államokról, a Nagy-Britanniáról vagy Oroszországról, végső soron ők a történelemben mindig egy birodalmi törekvés mentén mentek, és ezen az elképzelésükén hiába a 19.-20. század, vagy akár a 21. század nem változtattak semmit, tehát tőlük azt kell feltételezni, hogy marad a birodalmi gondolkodás. Szóval látva ezt, én úgy értettem és úgy éreztem, hogy az a kialakított rendszer, amely az új rendkívüli jogrendeinkkel kapcsolatos és az alaptörvény 9. módosításában volt, az hézagmentesen és tökéletesen lezárt mindent. Tehát én ezért is mondom egyrészt azt, hogy nem látom most indokoltnak a jelenlegi módosítást. Másrészt azt szeretném mondani, hogy ami igazán fontos, a honvédelmi törvénynél, illetve a katasztrófavédelmi törvénynél azokat a módosításokat természetesen megszavaztuk, ezt Nagy Lőrinc képviselőtársamnak mondom, tehát legjobb emlékeim szerint erről akkor így szavaztunk. Amit megfontolásra próbálok még önöknek feltenni. Az elmúlt évek arról szóltak, és ennek van egyrészt egy, mondjuk úgy egy reálpolitikai és egy ilyen könnyen megzenésíthető értelmezése is, hogy Orbán Viktor veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe kormányozta az országot. Ugye egyrésztről láttuk azt, hogy volt egy bevándorlás okozta válsághelyzet, és volt egy olyan veszélyhelyzet, ami egy kiszámíthatatlan, vagy az elején egy nagyon nehezen megtippelhető és nagyon nehezen modellezhető helyzet volt, ami egy a koronavírus járvány okozta, tehát egy tömeges megbetegedéssel fenyegető helyzet volt. Ezeknek a veszélyhelyzetnek az elrendelésével és meghosszabbításával kapcsolatban lényegében minden kritikát kifejtettünk. De összességében, és ezt fel kell tenni ezt a kérdést, szolgálja-e a
veszélyhelyzeteknek, úgy általánosságban véve, vagy a rendkívüli jogrendeknek a megalapozottságát, vagy a társadalom számára a komolyan vehetőségét, vagy a kellő súlyát szolgálja el, ha túl sokszor rendelnek el valamit. Tehát be tudja tényleg tölteni azt a tőle és egyébként a jogrendszer vagy az elmélet szerint elvárt súlyt, hogy az emberek érezzék és tudják, hogy egy valóban más helyzetben vagyunk, amely minőségileg más és új kihívások miatt új megoldásokat kell keresni. Tehát én azt szeretném ezzel mondani, hogy biztos nem árt-e a veszélyhelyzet, mint kifejezésnek, vagy a rendkívüli jogrendnek, mint intézménynek, az, hogyha azt túl sokszor alkalmazzák, vagy olyan esetben is alkalmazzák, amikor úgy tűnik, hogy a rendes jogrend szerint is meg tudunk felelni a kihívásoknak. És akkor itt szeretném alátámasztani, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, sőt most már lassan hónapokban azt láttuk, hogy egyrészt a civil társadalom, másrészt az állam próbált reagálni, és nagyon sok esetben egyébként jól reagált, és a civil társadalom kifejezetten jól reagált arra a helyzetre, amely egy háborús viszony volt a szomszédban, és amely a tömeges onnani elvándorlásnak a kezelésére szolgált. Tehát azt láttuk, és ezúton is köszönjük, hogy volt civil és volt állami fellépés is, amely, hogyha a kormány médiából nézzük, gyors és hatékony volt. Tehát a rendes jogrend szerint sikerült egy gyors, és az önök olvasatában egy gyors, hatékony és a helyzetre jól reagáló fellépést tenni. Az önök olvasatában ez így néz ki. Akkor nem értem, hogy miért kell az ilyen, vagy ehhez hasonló, és itt önökön a sor, hogy elmondják, hogy miben másabb, vagy mi várható és mivel másabb, hiszen mi nem kaptunk tájékoztatást a kampányban sem arról, hogy a háborús helyzettel kapcsolatban képviselőtársam és Nagycsalónisznek mondom, értem és látom a felháborodottságot vagy meglepettségét. Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát az önök Kossa Lajos képviselőtársán keresztül többször, több ízben, higgyel, nem politikai céllal, tájékozódási céllal szerettük volna azért összehivatni, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk abban a szituációban. Tehát az most biztosan önökre vár, hogy azt az indokoltságot, hogy középtávon, rövid távon, vagy akár hosszú távon Magyarországnak milyen biztonsági kihívással kell szembenéznie, és ehhez képest miért indokolt a mostani rendkívüli jogrend új szabályainak a kialakítása, ez az önök indokolásának és megalapozottságának vár, és ezt nem hallottuk, vagy illetve nem történt tájékoztatás. Ha természetesen ezek olyan természetű tájékoztatások, amelyek nem hangozhatnak el a teljes plénum előtt, tekintve arra, hogy ezek minősített adatokat tartalmaznak, akkor én továbbra is azt javaslom, mint rendelkezésre állt ez a lehetőség, hogy akár a Nemzetbiztonsági Bizottságban, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban, vagy akár a Külügyi Bizottságban is adhatnak tájékoztatást, és akkor azok a képviselőtársaink, akik az ellenzéki oldalon ülnek, és keresik az indokoltságát ennek a mostani javaslatnak, akár középtávon, akár hosszú távon, legalább minden tájékozottságuk mellett tudnak dönteni afelől, hogy tudják-e támogatni, vagy nem tudják, mert az önök olvasatában azt lehetett látni, hogy az állam és a civil szervezetek jól kezelték ezt, gyorsan és hatékonyan történt a fellépés, azaz a rendes jogrendben megvolt a lehetőség és a megoldás arra, hogy a mostani szituációt kezeljük, és Magyarország ura tudott lenni a helyzetnek. Ezzel szemben a most beterjesztett jogszabálymódosítás ehhez képest azért túlmutat, és abban meg kifejezetten furcsának tartom az érvelést, hogy önök gazdasági érveket állítanak mellé, hogy a gazdasági hatásnak a tompítására van erre szükség. A gazdasági hatások tompítására a kormánynak, én szerintem az államháztartásnak a rendjén keresztül, a költségvetési törvényen keresztül, illetve más intézményeken keresztül óriási ráhatása van. Ehhez a kormánynak akár törvényi, akár rendeleti szinten, nem is minősített, hanem feles törvények szintjén, vagy akár kormányrendeletek, vagy más minisztériumi rendeletek szintjén nagyon komoly lehetősége van, és úgy gondolom, hogy ezeket ki is tudja használni. Tehát, hogy a gazdasági érveket én nem gondolom mögötte olyan érvnek, amely a rendkívüli jogrendet és a jogrendben való változtatást megalapozni tudja. Minden esetre azt le tudom szögezni, és ezt szeretném elmondani a végén, hogy azt mindenképpen fontos lenne tisztázni, hogy önök milyen változást éreznek, vagy látnak ebben a környezetben, mik azok a nehézségek, amelyel az országnak most a gazdasági részét azt hagyjuk ezen kívül, de biztonság szempontjából mi az, amivel szembe kell néznie, és hogy miért készül a kormány erre a viszonylag kényelmes kormányzási helyzetre, hiszen ez bevezethető, akkor mégiscsak egy kevesebb elszámolással, kevesebb ráhatással és kevesebb parlamenti ellenőrzéssel kell a kormánynak a munkáját végezni, és abban én egyébként osztom
az előttem szóló képviselőtársamnak a véleményét, hogy önmagában az alkotmánybírósági kontroll, amely ott lett hagyva, a mostani viszonyok közepette már nem minősül elegendőnek, illetve talán nem is elegendő, hogy az elrendelt különleges jogrendnek az indokoltságát meg tudjuk ítélni. Összességében azt tudom önöknek mondani, hogyha eddig is jól megbírkozott az állam, óriási civil segítségével, és megint meg kell köszönni a civileknek azt az áldozatos munkát, amit végeztek, akkor nem szükséges ez a mostani módosítás. Azt is önöknek javaslom, hogy egy ilyennek az elrendelésével, vagy elfogadásával is egyébként az elrendelésével nem biztos, hogy érdemes ezeket a rendkívüli jogrendi jogintézményeket állandóan erodálni, ráadásul az állandó módosításukkal erodáljuk. Én úgy értettem, hogy abban a vitában, amelyet lefolytattunk itt a 9. módosítással és az azt követő honvédelmi törvény és katasztrófavédelmi törvény módosítással lezártnak tekinthető az a szakmai vita, amely volt. Tehát nem gondolom, hogy szükség lenne ez alapján, és nem szabad a különleges jogrendeknek a folyamatos életben tartásával kiüresíteni ezt a rendkívül fontos, és tényleg csak utolsó lehetőségként fennálló és utolsó lehetőségként igénybe vehető különleges jogi eszközt így kiüresíteni, és teljes egészében, mint már mondtam, erradálni. Az, hogy a jogszabályt miként tudjuk, vagy a mostani törvényjavaslatot miként tudjuk támogatni, az természetesen attól is fog függni, hogy itt a vitában még mi hangzik el, illetve a minisztérium részéről, vagy akár bizottságüléseken, és esetleg, hogyha addig sor kell arra az új felálló kormány által megjelölt miniszterek meghallgatásán, hangzik el olyan adat, amely hitelt érdemlően alátámasztja, hogy ilyenre szükség van, akkor nyilván közelebb leszünk a megoldáshoz és az elfogadás lehetőségéhez. Köszönöm szépen!